Bóják közötti labdavezetés, szlalomfutás, ugróiskola, passzolás, labdapattogtatás karikában és természetesen kosáradobás. Főszerepben a kőbányai óvodások láthatóak, a cselekmény helyszíne pedig a 3. általános iskola Darázsfészek kosárlabda csarnoka. A kőbányai óvodás sportnapok második felvonásán 12 óvoda képviseltette magát. A mozgáskoordinációt fejlesztő feladatokat Dohar Zoltán, testnevelő tanár és edző állította össze, a szervezés menetét pedig Kúróci Pál vigyázta. Kocsis Sándor Sportközpont és a Kőbányai Darazsak közös kooperációja ez a rendezvény. Itt nagyon nagy köszönet ezúttal is a Kőbányai Darazsaknak, akik hasonlóképpen, mint mi az óvodai sorversenynek, kiküldték az óvodáknak előre a feladatokat, tehát itt is tudtak az óvodások készülni, és itt hatalmas köszönet nem csak a Kőbányai Darazsaknak, hanem az óvónő kollégáknak szintén, akik megint ugye nekik nem feltétlenül szakmába vágó, hogy egy kosárlabdát tanítsanak a gyerekeknek, de a háttérben is látszik, hogy gyönyörűen fölkészítették a fiatalokat erre a megméretetésre is. Látom, hogy például a palánk is lejjebb van engedve. Ez így felkészítés úgymond majd későbbiekben a kosárlabda edzésekre? Igen, hát ezért hívjuk ugye kosárpalántának. Itt hát, ha itt a tehetségeket ki lehet válogatni, tehát a Darazsaknak ebbe is nagyon nagy szerepe van, hogy a későbbiekben, hogy a kőbányai gyerekek akár náluk kössenek ki, hogy utána később nagyobb klubokba is szerepelhessenek. Tehát egy ilyen tehetségkutató jellege is van ennek a rendezvénynek is. Itt is azt látom, hogy a gyerekek nagyon élvezik, a kolléginák nagyon aktívak, segítenek nekik, hogy jól szerepeljenek, úgyhogy szerintem ez is egy nagyon jó rendezvény így az óvodai sportnapok keretén belül. Az eseményen Hajdu Péter, a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia vezetője és Radványi Gábor, sportért felelős alpolgármester köszöntötte az apró sporttehetségeket. Kőbánya sport életére nagyon büszkék vagyunk. Van egy olyan szlogen, hogy sportolj járóképes kortól járóképes korig. Tegnap épp a sportszövetségnek az ülésén voltam, ahol hát az idősebb korosztály képviselte magát, ahol 70-80 évesek is ott voltak, jelen voltak, és ők is aktívan mozognak. És ma eljöttem ide, itt pedig a legkisebbek. De azt gondolom, hogy a kettő közötti korosztálynak is Kőbánya méltó sport lehetőséget tud biztosítani. Mi azt mondjuk, hogy fővároson belül a sportfőváros a Kőbánya, hiszen az infrastruktúrális lehetőségek is biztosítják ezt, és nagyon sok programot szervezünk. A gyerekeknek is most óvodás sportprogramok között ez a második. Az első egy sorversenyes verseny, vetélkedő volt, a második ez most a kosárlabda, aztán lesz még atlétika, lesz még foci, illetve úszás. Mindezt május végéig meg fogjuk csinálni. Május az egy ilyen sportos hónap lesz. Lesz még a nem önkormányzat által szervezett focikupa is, aminél szintén jelen leszünk, úgyhogy zajlik a sportélet. Mi is mozgásban vagyunk, hiszen ezeket, mint kerületi vezetők nyomon kísérjük, polgármester úr is, jó magam is, és örömmel jövünk, mert itt mindig vidámságot és edzettséget és fittséget és boldogságot tapasztalunk. A sportnapok lebonyolításában az akadémia leánycsapatainak játékosai segítkeztek. A játékokat eredményhirdetés zárta. Természetesen a vidám hangulatú rendezvényről minden résztvevő a megérdemelt aranyéremmel a nyakában távozhatott.